Bajnoki címmel búcsúzott a Ferencváros női kézilabda csapatától, de egyszer mint sérülésre fejezte be azt az idényt, hogy aztán korábbi zöld-fehér játékostársa Kirchner Erika hívására Vácra igazoljon, ahol szlovén tréner keze alatt egy új gárda épül, és hát ebben fontos szerepe van a rutinos Sós Viktóriának. Hát erről beszélgetünk vele. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Fontos szereped van, nem? Igen, azt gondolom. Bízik benned a mester? Igen. Most ugye egy külföldi, elvileg ugye délszláv iskolát képviselő edző keze alatt dolgoztok. Milyen újdonságokat hozott ő? Újdonságokat tulajdonképpen szerintem azért én már elég sokat láttam, tehát azért elmondhatom. Te is láttam a külföldi trénereket. Igen. Tehát az biztos, hogy nagyon ambíciózus edző, tehát sokat tesz a csapatért. Például azt mondhatom, hogy rengeteget taktikázunk, és nagyon sokat videózunk, tehát talán ez nekem egy kicsit újabb. Tehát erre nagyon nagy hangsúlyt fektet, igen, és nagyon sok időt tölt vele. Jól érzed magad egyébként? Jó döntés volt Vácra szerződni? Igen. Mi volt ennek az oka igazából? A közösség, mert ugye volt köze Erikának, említett Kirchner Erikának, biztos, hogy adott egyfajta biztonságérzetet, nem? Igen, én ugye már játszottam Vácon, és akkor is nagyon szerettem a várost, a közönséget és az akkori csapatot, és nem csalódtam, amikor visszatértem, és ugye beszélgettünk az Erikával arról, hogy mik az elképzelései, és azt gondolom, hogy eddig végül is úgy is alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. Hát olyannyira bejön neked Vác, vagy régebben is bejöhetett, hogy tulajdonképpen a közelbe, tehát Gödre költöztél, igaz? Igen. És akkor innentől kezdve akkor ez egy ilyen jó kis Dunakanyar lesz az életedben? Igen, azért költöztünk Gödre, mert a párom Budapesten dolgozik, és végül is így a távolságok miatt, hogy középen legyünk, de magát Gödöt is egyre jobban megismerem, tehát én nagyon szeretem a Dunakanyart, szóval én szeretek ezen a környéken élni. Na nézzük, de hogy milyen ott kézilabdázni. Végül is a bajnok csapattól kerültél az akkori, hát nem jó sikerült az idény a Vácnak, vagy a 9. helyezethez. Az invitálásban mindennek ellenére mi volt a vonzó? Megmondom őszintén, én már nem szerettem volna külföldre igazolni. Tehát azt teljesen kizártam, és tényleg az elsődleges okai magánéleti volt. Tehát az, hogy én már azért gondolok a jövőre, tehát tudom azt, hogy ennek a kézlabdának egyszer vége szakad, viszont abban biztos voltam, hogy úgy szeretném befejezni, hogy pozitív élményekkel. Ez az utolsó sérülés, ez engem nagyon megviselt, és tényleg rossz kor jött, elég nehéz volt belőle felépülni, és Vác volt tényleg a legjobb választás szerintem, mert hogyha már kézilabdázom, akkor tényleg egy olyan csapatba szeretnék kézilabdázni, akik küzdenek, és minél jobb eredményt szeretnének elérni, és azt gondolom, hogy a csapattársaimról ez tényleg elmondható, mert mindenkinek komoly céljai vannak. Egyébként annak mi az oka, hogy te már ezt ilyen határozottan eldöntötted magadba, hogy még egyszer nem légióskodsz? Főleg ez is azért, tehát hogy távkapcsolatban nem szeretnék még egyszer élni, és tulajdonképpen ez volt a legfőbb oka ennek az egésznek. Hogyan látod a magad mögött hagyott Fradit? Meg tudják szerinted ismételni a tavalyi bravúrt? Nem lesz könnyű dolguk szerintem, mert azért ott is vannak új játékosok, akiket újra be kell építeni a csapatba. Az biztos, hogy a maga az nagyon erős, hiszen az mindig is erős volt, de azt most így nem merném kijelenteni, hogy meg tudják ismételni, de azt jól tudjuk, hogy a Fradi az mindig képes meglepetésekre is, és tényleg, hogy szívüket, lelküket beleadják, de ugye nekik még van egy BL sorozat is, ahol teljesíteniük kell. Nem tudom. Valamennyire hiányoznak ők? A csapattársaim? Igen, meg az a közeg, igen. A Fradi. Szerettem persze őket, és azért tartjuk is úgy a kapcsolatot többükkel, és persze a légkör is, tehát azért. Na most azt természetesen, hogy akkor nem tudnád megjósolni, hogy neki sikerül-e a bajnoki címvédés. Azt viszont talán meg tudod jósolni, hogy a magyar bajnokságban, ugye a Fradi és a Győr mellett igazából ott kezdődik a találgatás, ott kezdődhet, hogy ki lesz a harmadik helyzet, és onnantól kezdve ezt kijelenthetjük?
Így van. Ezt kijelenthetjük. Igen, ha? Azért azt, igen. Viszont az is tény, hogy vannak meglepetések, tehát ahogy ez a bajnokság elkezdődött, tehát mindenki vert mindenkit körülbelül, és tényleg elég érdekes lehet a vége szerintem. Na most, ilyen szempontból hova lehet odaérni a Váccal szerinted, hogyha megnézzük azt, hogy kik lehetnek az igazán közvetlen vetélytársak? Én nagyon örülnék annak, hogyha ugye Dunaújvárostól kikaptunk idegenbe, tehát őket mindenféleképpen egy nagyon jó csapatnak és gárdának tartom, de most az is egy dolog, hogy mi az Érdet megvertük, tehát ők is lehet, hogy rosszul kezdték a szezon, de ettől függetlenül még komoly erőt képviselnek, szóval ezért mondom, hogy nyilván minket, magunkat is szeretném az élmezőnybe, de nagyon nehéz dolgunk lesz szerintem. De nem látod lehetetlen ennek a négybe kerülést? Nem látom lehetetlennek. Meg hát, ha legyenek ambíciózus célok. Ennek a mostani csapatnak, hogyha le akarnánk írni a jellemzőit az új edzővel, meg hát nem csak új edzővel, hanem azért sok tekintetben új csapat is épült, akkor te hogy tudnád jellemezni magatokat? Azt gondolom, hogy nagyon egy küzdős, hajtós csapat vagyunk, tehát, és nyilván van hova fejlődnünk, tehát meccsen belül is vannak periódusok, amikor kell javítanunk azon, hogy egy pillanatra se engedjük ki a kezeink közül esetleg a mérkőzést, de azt gondolom, hogy komoly erőt képviselhetünk, hiszen azért van egy nagyon jó kapusunk, aki fiatal, tehetséges válogatott. Válogatott, igen. Igen, tehát vannak válogatott játékosaink, akik a saját hazájukban azért tényleg jó játékosok. Na, ezt akartam kérdezni, a légiósokat milyennek látod? Azt gondolom, hogy ők is azért érkeztek Magyarországra, hogy egy erős bajnokságban játszanak, és fejlődjenek, és ugye például az irányítónkat ki tudom emelni, mert szerintem ő egy nagyon jó játékos, de természetesen tehát fiatal, és ő is tud nálunk tanulni, mert neki is kell. Na most te azt nyilatkoztad, hogy decemberben fogtok majd leülni, egyeztetni Kirchner Erikával a folytatásról. Az előbb már itt is utaltál arra, hogy neked gondolni kell arra is, hogy ez a kézilabda már nem örökké fog tartani, mármint az aktív játékos pályafutás. Ha addig nem történik valami rendkívüli dolog, most az ősz alapján te a 2016-17-es folytatás mellett fogsz dönteni? Mit gondolsz? Nem tudok erre még így válaszolni. Nem, mi fogja ezt eldönteni? Sérülésmentesség például? Sérülésmentesség, azt szeretném, hogy jól érezzem magam a pályán, jól menjen a játék, tehát eddig tényleg jól érzem magam a csapatban. Ha ma kellene dönteni, akkor folytatnád? Ha ma kellene, akkor azt gondolom, igen. De akkor ez az december lesz ez, amikor ezt el kell döntened. Igen. Hát akkor azért erre van esély. Van-e egyébként többszörös bajnokként, kupagyőztesként, nemzetközi kupasikerek után olyan dolog, amit még szeretnél elérni? Igen, van. Tehát ugye központi téma nálunk, mert tényleg a másik dolog, ami szerintem szintén nagyon fontos, hogy azért családalapításban is gondolkodunk. Igen. De hogyha így beszélgetünk így a jövőről, és erről a csapatról és a folytatásról, akkor én örülnék, hogyha ez a Vác nemzetközi porondon is megmutatná magát. Veled. Velem. Na hát akkor azért választottál, hogyha minden jól megy, akkor mi lesz decemberben. Aktív kézilabdázás után mi lesz? Passzív kézilabdázás? Közelébe maradsz? Nem tudom, nem hiszem. Tehát én teljesen más szakon végeztem egyébként, és ott is kipróbálnám magam, de még... Azaz? Én szociálpedagógus vagyok, tehát engem... Tehát te akkor tanár leszel, vagy pedagógus leszel? Hát olyasmi, igen. Vagy nem tudom, tehát most kaptam egy lehetőséget végül is egy barátunktól, aki... Tehát vannak lehetőségek, tehát még az, hogy mivel fogok konkrétan, azt nem tudom, de az biztos, hogy első szempont az, hogy a család. Első szempont a család, meg hát akkor azért a Vác is. Azért én kívánom, hogy a kettőt összeegyeztetve azért még egy jó darabig. Viki, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm.